Kedves nézőink, hallgatóink, figyelőink, hegyezitek fületeket, szemeteket, orrotokat, persze ha nem vagytok covidosak, mert a szaglásotok akkor biztos, hogy elment, de ez se biztos. Úgy hozta az élet, a sors, hogy egy ilyen nyárias, télies, január közepi, verőfényes, napsütéses napon nagy révre keveredtünk. És az eddigi álláspontoktól eltérően, igen, azt a szél az ajtót. Most a piroskához én jöttem háztúznézőbe. Egyébként egy három házzal arrébb laknak rokonaink, tehát így keveredtünk ide többek között. És akkor azt gondoltuk, hogy miért ne lássátok ti is, amit mi is alig látunk. Úgyhogy spontán az akció, most én kérdezek, de ez nem biztos. Piroska válaszol, de ez egészen biztos, azért válaszolni fog. Hát válaszolok, igen. Na, jó, nem állítottam össze a kérdéseket, mert hogy igazából nem volt tervezett, tehát tudjátok, spontán az akció. Nem akarok semmilyen pártpolitikáról, egyebekről, nemzetközi helyzetről most állást foglalni, viszont megkérdezném tőled akkor, hogy hogy vagy. Jó vagyok, köszönöm szépen. Ez tényleg nagyon tévéstúdiós, az kérdik a dolog, a semmiről beszélünk. Akkor a hogy vagyon kívül megkérdezem tőled, hogy hallottál-e arról, hogy a magyar nyelvi felvételit a fiatalokkal hogy íratták meg, mi volt a tárgya, és mi volt a szülőknek a reakciója ezzel kapcsolatban. Ne. Meg hallottál-e arról, hogy a pártunk és nagy vezetőnk azt mondta, hogy a jövő ciklusban, kapaszkodjatok, a magyar nyelvnek a megújítása is esetleg szóba jöhet, mert itt már több témakör van, amit a magyar nyelvvel kapcsolatban már ilyen avittos, le kell porolni, újra kell. És ugye a Magyarság Kutatóintézet pedig aktívan keresi a királyi vért. Ugye most mondszolgatják a Hunyadiak sírját, olvastuk, vagy láttam, nem tudom, hogy láttam, ki látta, ti láttátok? Itt föltettem cikket, hogy Korvin Jánost boncolgatják most többek között, és a királyi sírokból keresik a királyi géneket. Lehet, hogy a Covid-teszt erre is jó, ahogy én azt mondtam előtte. De a magyar nyelvre visszatérve, hogy akkor nem, ez kimarad? Nem, én nem nézek tévét már 12 éve, 15 éve. Nézni lehet csak a műsor. Műsor se. Nem, a számítógépen, én ugye tévét nem nagyon nézem. Ja, a tévében is a számítógépes adásokat nézem, tehát én választom ki. Imre, az erdőben nincs tévé. Ez jó. Ez egy anesztáziás válasz. Ugye? Most jól bevittél az erdőbe. Na mindegy, de akkor nem tudjuk meg, hogy akkor mi volt a nyelvvészkedésnek a De ha te elmondod nekünk, akkor egészen biztos, ezért vezettem föl, hogy elmondhassa. Légy szíves, mondd el nekünk. Na, amikor volt ez a nyelvi felvételi, akkor olyan hírek jöttek, hogy két olyan tétel volt, amiből vagy választható volt, vagy nem tudom, hogy működik ez, de hogy mind a kettő nagyon rágósra sikeredett ezeknek az ifjoncoknak. És az egyikben, ami megragadt így bennem, mert annyi hírt olvasok, hogy elnézésteket kérem, hogyha nem videózok minden nap, és mindenről nem mondom el a véleményemet. Nem azért, mert nincs értelme, lehet, hogy értelme volna. Egyszerűen nem biztos, hogy bele kell, hogy férjen, és annyi vélemény vezér van, hogy hallgassatok másra is. Fölösleges egyébként. Na, halandzsa nyelvet kellett elemezni, ez volt az első tétel. Halandzsa nyelvből kellett valami értelmet kihámozni, ha jól emlékszem, persze lehet, hogy tévedhetek, szófajokat, egyebeket kielemezni. Mm-hmm. Tehát ez most ugye egy átlag Posta Imrésnek, Anasztáziásnak, bocsánat, jelentheti azt is, hogy keresni az értelmet a sok értelmetlenség mm-hmm. között. Tehát amikor mondjuk bekapcsoljátok a tévét, amit te nem nézel, yeah. és ott bármit láttok, hallottok, vagy valami, abban az értelmetlen zagyvaságba meg kellene keresni az értelmet. Tehát amit mondjuk nektek, mint a horgászik az ember, ott beadod a horgot, gerebézel, és ami beleakad, az szépen. És minél több ilyen kis kampód van, minél több irányultságod és kereső üzemmódban vagy, akkor azokat a értelmeket megtalálhatod. Ez ugye az autizmussal kapcsolatban érdekes, de egy autista egész más tart fontosnak, mást emel ki, ugye legalábbis mi így tudjuk, a tudat mezejébe, hogy mi fontos neki. És a másik tétel is a nyelvvizsgával kapcsolatban ehhez hasonló, ugyanilyen elemzős dolog volt, tehát agyalós dolog volt, ahol a értelmet kellett adni annak, amit olvasol. És erre ugye Viktor lenyilatkozza, hogy a magyar nyelvet a következő ciklusban majd egy kicsit gócső alá kell venni, mert hogy itt magyar nyelvvel kapcsolatban fölmerülnek kérdések. Meg a genetikai kutatások, ugye, hogy ki a magyar. Már csak úgy megjegyzem. Tehát mindig a klasszikusok térnek vissza, hozzáteszem, mert
a szlovákoknál, népszámlálás kapcsán, ezt el is mondtam azt hiszem az egyik videómban, amit legutóbb töröltek is a YouTube-ról, hogy fölmerült, hogy be kell írni, hogy ki hova tartozik. Uh-huh. Nem csak anyanyelve, meg apanyelve, hanem ki melyik fajhoz, felekezethez, nemzetiséghez, ki hova sorolódik. És úgy vélem, hogy ezt ugye a gyerekekről ritkán beszélünk, mert hogy ezek ilyen felnőttes, ilyen nagyon harcias dolgok, meg ami zajlik a világban, az hú, ez rettenet, de hát a gyerekek ebben benne vannak, és élik. Uh-huh. És amikor, mit tudom én, a fiam megkap egy ilyen feladatot, mert hogy online üzemmódba jár gimnáziumba, hogy elemezzék a, írjanak véleményt, bocsánat, ne elemezzék, a himnuszt. Ez is spontán, tehát 15 éves gyerek, mondja már el, hogy mi a véleménye a magyar himnusszal kapcsolatban. Ez az a másik vonal, amit ti gyakran hiányoltok, hogy hol vannak a pozitívumok. Tehát, hogy én mindig beszélek a háborúról, és közben ugye mondtam, hogy van egy kettős játék, ami meg ugye a te témakörül lenne, hogy mondjál már valami jó dolgot, hogy igen, ahhoz, hogy jó dolgot tudjak mondani, észre kell vetetni azokkal, hogy ez most egy másik irány, hogy nemzettudatot nem lehet csak úgy lopni. A nemzettudat az vagy feléled benned, vagy megéled, meg átéled azokat a dolgokat. Mm. Tehát fontos lesz neked, hogy tényleg magyar nyelven beszéljünk, akkor az mit jelent? Az valami halandzsa. Tehát mész a budapesti utcán, és 10 emberből, mit tudom, 9 külföldi. Mm-hmm. Most én is kettős játékos vagyok, mert én angol nyelvet oktatok 30 éve közel, és a magyar nyelvet használom, mint olyan vivőközeg, amin keresztül tanítok. És én például teljesen másképp nézek rá így a magyarságra is, éltem is külföldön évekig, tehát a magyarokat kívülről is látom, ahogy esetleg egy külföldi is látna bennünket, és az angol nyelv miatt egy kicsit másképp nézek rá mindenre, ami magyar. Tehát hogy nem is lehet, hogy nem is annyira vagyok magyar, de nem is angol, hanem már meg se tudnám mondani. Tehát nekem be kéne x-elni egy rublikába, hogy én minek tartom magam, hát gondba lennék. Azért, ha lenne ilyen rublika, hogy ember, akkor azt azért csak gondolom, hogy figyelembe. Azt be tudnám x-elni, igen. Igen, ez, én átértem ugye én is, mert a karrieremet, ami nem létezik, annak az eleje lényegében szerintem az, ami kimozdított ebből a nihilből, az volt ugye a 2 év Szovjetunió, tehát a katonai üzemmód. És a Szovjetunió az úgy kezdődött, hogy ugye alapkiképzés Magyarországon, és akkor szóltak, hogy hát kellene egy másik csapat oda, és akkor 3 magyar legény ott a főiskoláról azt mondta, hogy jó, menjünk. Ugye oroszból itt ahogy 2-esen átmentem, tanár azt mondta, hogy itt az osztályban majdnem mindenki ássa el a könyvét, tagadja le, jó, oktatta is az oroszt. Egyébként igaza volt neki, ő tényleg nem oktatta. Hát én 1/2 év után hazajöttem és bementem az iskolába, hogy szembesítsem az én orosz tanáromat, hogy körülbelül ő nem tud semmit oroszból, amiért bennünket nagyon csúnyán és nagyon agresszív módon, nem tudom, basztatott, már elnézést, de szó szerint durván. És az volt a szerencséje, vagy a szerencsém, vagy nem tudom, hogy az osztályfőnökömmel találkoztam, és neki is írhattam el a bajomat, hogy én már pedig konfrontálni akarom a tanáromat azzal, hogy nem tud semmit. Én most 1/2 év, vagy kim voltam a Szovjetunió, úgy jöttem haza, hogy már az álmom is oroszul volt. Ez csak mentesség neked, hogy döntsd el, hogy hova tartozol. Tehát, hogy amikor már oroszul kezdesz álmodni, az oroszul az azt jelenti, hogy az álmodban történt beszélgetésben megjelennek azok a frázisok, hogy orosz nyelvet. Tehát amikor elkezdesz oroszul is gondolkodni, és akkor rájössz arra, hogy egész más struktúrában ugye a nyelv gondolkodik, struktúrában képződnek le benned a logikai szabályok. Na és ez még ugye hagyján, de ott ugye volt 11-12 nemzetiség is. A arabok minden mennyiségben, Észak-Jemen, Dél-Jemen, Észak-Korea, hát akik most is ott vannak a palettán, érdekes háborúk, olyan szírek voltak ott, és európai nép ugye NDK-s, tehát ugye némettől kezdve minden nyelven. És azt kellett megállapítani, hogy hát a mongolok között is volt ilyen is, meg olyan is. Uh-huh. Hogy van az ember, meg voltak angolaiak, meg kubaiak, hogy a bőrszínétől függetlenül vagy függően ilyen, meg olyan.
De hogy az a minőség, mert én a némettel is nagyon megtaláltam, a, volt akivel megtaláltam, volt akivel nem is kerestem. Hogy megvolt az emberi kontaktus egy közvetítő nyelven. Ez volt az orosz. Tehát ez a közvetítő nyelv, ez azért, hogy magadat meghatározni, nem a nyelvet határozza meg egyébként, nem a nyelv határozza meg, hogy de nem is kell nyelv. Hogyha együtt vagyunk egy szobában, és jó ember van veled, meg kell, hogy szólaljon? Honnan tudod, hogy jó ember? De érzed, nem? Ne, ez egy, az érzések azok átvernek. Az pontosan tudod, hogy aki csak érez, az biztos, hogy kudarcra van ítélve. Az olyan szinten kell átérezni a dolgot, hogy érezze a B-t is. Mert mindig csak átérzés van. Hát jussunk már akkor A-ról jussunk a B-re is, meg a C-re. Tehát vegyük végig a skálát. Az érzésnek is ilyen skálája van. És ezt viszont az értelem fogja össze. Éppen tegnap, véletlenül tegnap azon a tévén, amit nem nézek, viszont én választottam ki egy filmet, és ezt a tematikát dolgozta föl, mint egy véletlenül. Uh-huh. A finnek harcolnak ugye náci egyenruhába, SS egyenruhába, a nácik oldalán az oroszok ellen. És éppen oda szögelték az egyik fint, ilyen náci egyenruhába az egyik sziklához, mert én megtagadtam a szolgálatot, ő nem akar már tovább harcolni, megy haza, ennek a háborúnak semmi értelme. Már eleve, mikor bevonult, akkor sem volt semmi értelme. Közben ugye jönnek, vonulnak az oroszok, baleset éri az orosz tisztet, saját gépe lövi le az autót, ketten meghalnak, egyet viszont megmenekít egy laplány, aki ott él kint a dzsundzsásban. Tehát ott egy lapnő. Úgy keveredett a dolog aztán, hogy kiszabadította magát ez a finn, oda keveredett a laplányhoz, aki ápolta az orosz tisztet. Az orosz nem beszélt finnül, nem beszélt lapul. A finn nem beszélt oroszul, nem beszélt lapul. A lap nem beszélt oroszul, és nem beszélt finnül. És ez a nő, meg ez a két férfi, aki egyébként egymást meg akarta ölni, mert hogy nem értették egymás nyelvét, és az orosz nem akarta elfogadni, nem is értette, hogy a finn miért nem akarja őt megölni. Azt mondta, hogy de nekem, hát engem úgy is megölnek a sajátjaim. Sztálin tudott valamit. A finn meg azt mondja, hagyjam a hülyeséggel, hát történjem sincs, nem értették egymás nyelvét. Aztán végül majdnem megölte, illetve meg is ölte, mert félreértések voltak. Erre voltam kíváncsi, hogy a vége. A vége az lett, hogy mind a kettő megcsinálta a laplányt, akinek a férje egyébként eltűnt az erdőben, nem derült ki, hogy háború vagy meghalt, de hogy egyedül él, és ezt a történetet úgy mesélte el, aztán a két szőke, kékszemű gyerekének, hogy hát a te apukád az lehetett, mert ikrek voltak, lehetett a Grisa bácsi, meg a Jolán bácsi. Tehát hogy úgy mesélte el, hogy ezek utána leléptek. Érted? Lelépték, és ott hagyták a lapot, ez a két szőke, kékszemű, csodálatos gyerekkel. Uh-huh. És mesélt ez. Tehát a nyelvi kérdések, most, hogyha már egy erre keveredtünk, a nyelvi kérdések egyébként mélyen messze fölé mutatnak, vagy alá mutatnak a problematikának. Ugyanis már magyar se érti a magyar szót. Én ezt naponta tapasztalom a postaimra oldalon, meg a postaimra fanok között. Tehát, hogy komolyan mondom, egy papír zsebkendőn el tudnának még nagyon sokan tévedni. Tehát, az előső beszélgetésünk is arra volt, hogy újra kellene definiálni, hogy te mit értesz alatta. Igen. És itt, ha érzelmek meg bejátszanak, akkor meg teljesen újra rajzolhatod a térképet. Annyit korrigálnék, angol nyelv nincs. Tehát van, mint hogy egyébként orosz nyelv sincs. Imre, kert van. Kert sincs. Mert szerintem a kertről lehetne sok mindent beszélgetni, majd egyszer. Kanás. Most ilyen téli kert van, tehát a téli kertről lehet, de ma ugye voltunk szanaszét, azért láttunk egy-két csodát, nagyon szép az idő is, ahhoz láttunk képest... Láttunk több mint 100 éves cseresznyefát, az biztos, vagy az lehet, hogy 150 éves is volt. Sőt, egy egész cseresznyi is láttunk. Képeket is készítettem róla. Na, hát azt majd fölteheted, szerintem büszkék lehetünk rá. Csak úgy azért, mert hogy ugye nem értjük egymást, és afelé tolják egyébként ők is, a központi hatalom afelé tolja az igézetet, hogy gondolkodjatok már, érintődjetek már meg, hogy azt se tudjátok, kik vagytok, az, hogy milyen nyelven beszéltek, az definiálhatja, hogy hogyan is gondolkodtok, mert a nyelv az meghatározza a gondolkodást. Elnézést, én itt most el szeretném mondani, hogy én az Imrével kizárólag a kelt nyelvén beszélgetek. A kert, igen, így van. A kerten belül. Így van. Meg a kereteken belül. Én kis kertész legény vagyok. Tehát én csak azért vagyok itt, mert én a kertet képviselem. Így van. De hát ez nem is volt kérdés.
gyakorlatilag, csak ugye fölhoztad, hogy angol nyelvet tanítasz. Igen. És én meg ugye elfelejtettem oroszul, mert hogy 20 évig nem is beszéltem oroszul. Én szeretem a magyar nyelvet egyébként, tehát nagyon sokkal jobb érzés magyar nyelven, például az Anasztáziát is, mikor elolvastam, hamarabb átjött az üzenet, mint az angol nyelvűn. Hát ha még Varga Csabát is olvasnál, meg Kis Dénest, akkor még Kis azt... Dénesnek ismerem a munkásságát. De akkor tudod, hogy ők az ő állításuk szerint ugye a magyar nyelv, a, most a idézőjel bezárva, a az ős nyelv, és ugye az ősgyököket, mert ugye nem, ne egy komplexumot képzeljünk el, hanem az ősgyökök tartalmát leginkább a magyar nyelv adja vissza. Ők azt írták, nem tudom, hogy talán Csaba írta, hogy 60%-át még a magyar nyelv őrzi. És a beszélt nyelvek közül, már így a tényleg a nem az elhaló félben lévő nyelvek közül, ugye a magyar nyelv az, ami. És ugye ha ott vagyunk most a nagyobb kereteket, tehát szétfeszítjük a kereteket és nagyobb keretbe gondolkodunk, akkor ugye van rengeteg ilyen mondás, hogy azért lett valaki nagy, mert magyar nyelven beszél. Tehát azért van, hogy ez a sok magyar, vagy magyarnak látszó kutató, meg nem tudom, Nobel-díjas egyebek, amire most nem akarok másra kitérni, de hogy a magyar nyelvet használ. Ha nem a magyar nyelven történik meg ez, amit, akkor nem jutott volna el odáig. Mert ugye azt is tudjuk, hogy például az orosszal nekem az a baj, hogy rengeteg idegen szót használ. Már a magyar is. De, várjál. Hát azért mondtam, hogy elmész a magyarok fővárosába, és ott magyar szót egyre kevesebbet fogsz használni. Sőt, egyik másik film élményem a nyelvvel kapcsolatban, kultúrház, színi előadás, tele a terem. Föl is tettem a linkjét, a videó linkjét az oldalamra, ez is ugye kultúra. Jönnek a csecsenek, elfoglalják a kultúrházat, terrorizmus. Lányok, csadorba vagy mi, hidzsabba, robbanó sör, de teljesen minden tuti. És azt mondja a terrorista, már hogy a nyelven, mert orosz nyelven beszél, hogy először álljanak föl, mert elengedi, akinek van külföldi útlevele. Azért mondom, hogy gondolom, ki hova tartozik. Fölállt a kultúrház nagyjából a néző egyharmada, aki külföldi. És egy nem egy nagy műsorra gondolt, egy egyszerű hétköznapi diák, Romeo Júlia. Egyharmada fölállt. Szóval jó, elmehetnek. Álljon most föl a muzulmán, fölállt a másik harmada, a néző. Ki maradt ott? Hát az oroszok maradtak ott. De az oroszok között is volt egy szemmel láthatóan grúz kislány, akire rákérdezett, hogy te biztos nem orosz vagy, mert... Ugye ez a szétválogatós program, azért mondom, hogy ki hova tartozik, azt nem biztos, hogy te döntöd el, az látszik, az leli rólad a viselkedés, a habitusod, az, hogy milyen nyelved, de több nyelven is beszélhetsz, na de szíved csak egy van. És rögtön lecsökkent a létszám, egy orosz városi előadáson, orosz, aki orosznak mondhatja magát, már úgy orosz, egyharmad. És hogy most hogy a nyelve ide vagy oda, és ezt mind oroszul beszéli meg, még a terrorista is az oroszokkal úgymond az ellenség. Hogy mi lett a vége, azt majd a folytatást a következő videóban reklám után meglátom. Én a jövőbe látok, és én azt látom, hogy a jövő nyelve a kert. Az jó. És hogy beszél hozzád? Virágnyelven? Virágnyelven. Én is próbálom nektek virágnyelven elmondani, mert ha nem virágnyelven mondom, akkor letiltják a videókat. Tehát ez, nyilván ezt is érteni kell. Ez a szeretetterem műhely videóival nem fordulhat elő. De nem is szabad, hogy előfordul, mert minden videót letiltanának, főleg olyat, ami a szeretetről szól, mert egyébként minden a szeretetről kellene, hogy szóljon. Csak amíg a szeretet ki tud utat tör magára, tudod, ez olyan, mint amíg a mag is föltöri a földet, addig az föltörje. Tehát az, figyelj, el akarod venni, először föl kell szántani. Tehát ugye beszélgettünk már igen, erről. Beszélgettünk. Na, a nyelv is ilyen szántó, egy ilyen éket ver, széthasítja, aztán beférkőzik a mag szépen oda, és akkor kihajt, és utána a fa lesz belőle. Ha dió fa lesz belőle, akkor esetleg alattal nem marad meg semmi más. Ezek ilyen... Na, most sokat beszéltem. Akkor most én is megkérdezlek, Imre, hogy vagy? Köszönöm szépen, most egész jó. Most olyan szép nap van, jó idő van. És hogy keveredtél te nagyrévre? Hát én nagyrévi származású, illetve a szüleim nagyrévi származású. És ugye mondtam, ez se titok, hogy nézelődünk, tehát a Sziget-Szent Miklós és a Pest alatti környék az elég zsúfolt már. Uh-huh. És keresjük a kibújási lehetőséget, hogyha mehetünk, tehát ha mehetnénk, akkor hol képzelnénk el most nem azt mondom, hogy jövőnk, mert a jövőnk az már a múlté,
De hogy hol képzelnénk el a maradék életünket, érted, úgy családi. Hát azt még én sem nagyon tudom. Jó, nem ez változik. Beszélgettük, hogy ez is csak egy átmeneti állapot. Igen. Tehát most egyszerűen az van, hogy ott is jól érezzük magunkat, ott azon a helyen. De vannak objektív mutatók. Tehát nem menjünk ki az utcára, mert akkor már a parkolóházba is kimehetni ennyi. Ne akarják kimenni Pestre meg környékére, mert ennyi idő alatt innen Szolnokra fölérek, míg beérek Pestre a belvárosba, mondjuk egy munkáért, vagy valamilyen megbeszélésért. Úgyhogy ezeket a lehetőségeket mérlegeljük, ratolgatjuk, meg hát keressük azt a fajta helyet, ahol mondjuk jól, ahol el tudnánk képzelni. De most csak ilyen opció, tehát nem kényszer, semmiféle kényszer. De én nagyon örülök, hogy eljöttetek majd évre, és meglátogattatok végre. De már ígértem, már mióta, csak most jött össze. Hát. És a karalábé is most ért ide. A kocsiból kivegyük majd, jó, mert ott van a vödörben, a karalábé és a cékla, minden. Látjátok, tehát ez, amikor az emberhez áramlik az anyagi bőség. Az anyagi is, meg a bőség. A bőség, a karalábé, a Posta Imre. A finomságok. Hát a postaimért anyagaljuk, abból kicsi is elég, ez olyan, mint a csili, tudod, kis mennyiségben is kellemetlen, nagy mennyiségben meg halálos. Nem, egyébként nem vették zokon a nézőim, hogy veled készítettem riportot, sőt örültek neki, úgyhogy szerintem ez egy gyümölcsöző kapcsolat kezdete. Én nem is gondoltam, hogy normális magyar ember, nek nem lehet az diszonáns, amiről én is beszélek. Az lehet, hogy félfüllel most furcsának tűnik, de ahogy beszélgettük már előtte, ma már az, amit én 10 éve is mondok, és ami furcsa volt, hogy elmentek otthonról, gyerekek, ma már az a normál, tehát akkor mindenkinek elmentek otthonról. Mert ma már fölmész a Facebookra, vagy akárhova, és nálam szörnyűbbnél szörnyűbb összeesküvés elméletekkel traktálják egymást. Én azért mondom, haza hátra is dőlök, mert és akkor kiderül, hogy már kormányzati szinten, tehát legmagasabb szinten támogatott, sőt, egyszerűen talajt biztosítanak neki, de jó trágyás talajt, hogy ott megfogadjon a mag. De Imre, neked most már akkor váltanod kell, nem? Tehát, hogy akkor már nem kell ezt folytatni, hogy megmondani, mert már mindenki tudja. Akkor valami más kell csinálni. Tehát gondolatolvasó vagy. Én azon vagyok, hogy váltsak. Hát azért mindenki militáns lesz, meg mindenki ölni akar, addigra kellene ott lenni az ellensúlynak, a hajótőkének, hogy jó van gyerekek, én is ölni akartam. Sőt, ezt azért ne tegyük múlt időbe, tehát kész vagyok rá, de nem az ölésre, hanem a halásra. És nem a más eltakarítására, de a védelemre, hogyha már így rákeveredett a dolog, mint hogy a kertetből is a gyomot kiszedett. Tehát ott vagy nem kert, vagy az tényleg egy durva, egy vadkert, és a végén rámondhatod, hogy dzsungel, de az nem kert. Tehát itt is a fogalommal kell ugye majd... Én is abba akarom adni az angol oktatást. Már nagyon régóta. Én mondom neked, mert múltkor is mondtam, de lehet, hogy nem mondtam, akkor most mondom. De sose sikerült. Oroszul tanuljál, oroszul. Azt is kezdtem már. Na akkor felfrissítjük az oroszul. Na hát csináljunk egy... Fiam is ment most nyelv, ilyen házi vizsgára, és akkor kihúzta pont a németből, csinálta, kihúzta pont a Fremdsprachen. Ugye az idegen nyelv kategóriát, és akkor mondja, és egyébként milyen nyelvet beszélni, ugye beszéli az angolt is, majdnem jobban, mint a németet tanul, mert ragad rá, és akkor, hát az orosz, rá sem. Hát, és miért? Hát mert hogy apukám beszél ugye oroszul, és otthon csak oroszul hallgatja a tévét, érted? Hát mert én ugye nézem az információkat, érted? Nekem nem a KGB, meg a nem tudom mi az titkosszolgálat, hát rengeteg annyi mondtam, hogy minden nyelven... Én, az is csak egy tévé. De én nem a tévét nézem, hanem olyan személyeknek, olyan embereknek, a meglátásait fésülöm össze és fordítom, ez olyan, mint hogyha te, mit tudom, hogy megkapod az angol valamit, amit le kéne fordítani, mert magyar nyelven nem elérhető. És te már tudod, hogy mi van benne, de nem biztos, hogy le fogod fordítani másoknak. Tehát megvan, és ott érlelődik benne az a tudás. Na most, ha én rácuppanok erre a vonalra, és már pedig ugye rajta vagyok már jó ideje, és meghallgatok, megnézek, mit tudom, naponta, hetente 150 különböző információt a haditechnikáról, az űrkaputól kezdve, a lézer technológiáról, hol állnak most a... Mit tudom én, hol szűröd ki, hogy mi az, ami nem igaz? Na pont ezért kell legalább 150, ez a meta adatkezelés, tudod? Tehát, hogy ott van a nagy adatbázis, meg ott vannak annak a meta adatai, és ez az agyadba szépen egy olyan dinamika, ehhez kell lehet ilyen pszichológus mérnök agy, hogy keressem, illetve megtaláljam azt, hogy
ebből a nagy katyvaszból vagy káoszból mi az, ami releváns, mi az, ami összekapcsolódik, összefűzhető, és mi az, ami nem. Na, ezt nem ajánlom mindenkinek, ezért vagytok nagyon sokan eltévedve, mert hogy nincs meg ez a input. Tehát azt hiszed, hogy két ilyen részinformáció, vagy meghallgatsz valami egy valakinek az előadását, és akkor rámondod, hogy tuti, és utána meg azt mondják, hogy azért, mert ő neki meghallgattad, az már azt hiszed, hogy tuti. Hát hallgassál meg nagyon sokat, nézi, olvassál, és ehhez kellenek a nyelvek. Tehát nekem az orosz nyelv, meg a német tudásom, tehát tegnap este is mondom, gyere csak fiam, tesztellek. Merkelnek a beszédét hallgattam a védőoltásokkal kapcsolatban. Németül, hát természetesen, of course, selbstverständlich, természetesen németül, mert hogy passzív a nyelvtudásom. És akkor a testbeszédét is hozzáveszed ilyenkor? Hát őnek nincsen testbeszéd, de mert így lógatja a kezét, vagy így, ezért őket lefixálták teljesen. Én is így szoktam egyébként, csak így. De amikor itt ülsz, amikor ő áll a pulpitus előtt, érted, a virágvázába, akkor nincs gesztusai. Ha megnézed, akkor a Putyinnak sincsen, tehát le van úgy blokkolva. Ezeket tanítják. Na mindegy, azt németül hallod, meg nem kell lefordítani, hogy mit mond a Merkel az oltásokkal kapcsolatban, és ha ezt már megérted, akkor keresheted hozzá a magyar vonatkozásokat, hogy hogyan, hogy ott elmondják, itt meg ugyanaz majd magyarul. Tehát egy program alapján történik az információnak a, nem is tudom, megvalósulás felé való terelése. Azáltal, hogy mindenkit löknek abba az irányba. Olyan mindig tanulok tőled valamit egyébként, akárhányszor beszélünk, mindig valami leesik. Jó. Akkor legyen ez a végszó, mert közben időhöz is vagyunk kötve, és én nézem az orrát, úgyhogy nagyon jó volt veled beszélni. Komolyan. Igaz, hogy megint nagyon sok... beszéltél, és én hallgattam, de majd lesz ez még másképp is. Így lesz. Úgy legyen. Na, szervusztok, majd jövök. Jövünk.